Az előadásokkal kapcsolatban van-e valakiben még valami kérdés, amit szeretne megkérdezni, akár nem is orientálok senkit sem erre. Mert ezt nagyon gyorsan befejeztük, mert menni kellett ki, de ha van még ilyen kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni. Nekem így nem teljesen elszakadott, hanem hogy így önökhöz, hogy önök mit tanultak ahhoz, hogy ideig eljutottak, tehát jó, kis magáért kérdezik. Hát, hogyha nem titok, nem, persze. Én a kereskedelmi szakközépiskolába jártam az Eszprémben. Aztán ott helyezkedtem el, egy hónapot dolgoztam a kereskedelemben, aztán jött a testület, tehát én felvételt nyertem ide. A Vám és Pénzügyőrség az annak idején sima érettségi kellett hozzá, és természetesen utána az ember tovább tanult. Én a rendőrtiszti főiskolának a vámigazgatási szakát végeztem el ahhoz, hogy most itt legyek. Igazából ennyi. Amit elmondok, az nyilvános, mert kívül a NAV internetes oldalán, hogy a Közép-Dunántúli régióra rá klikkeltek, akkor ott mind a főigazgatóság főigazgatója, mind az alőigazgatóság igazgatóinak van egy rövid pedigréje, de nem akarom kikerülni a kérdést. Én Tapolcán érettségiztem a Bacsány János gimnáziumban, utána én a Pannon Egyetemen szereztem agrármérnöki diplomát, ezt követően a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szereztem vállalati szakon diplomát, majd azt követően a kereskedelmi főiskolán szereztem oklevelet, azt követően a okleveles könyvvizsgálói képesítést szereztem, meg szerintem a Attilával együtt, mint hogy valószínűleg azért... Ezt jegyezzétek meg, ugyanis az interneten keringenek más oldalak is, amelyek a NAV-val foglalkoznak. Például www.adóhivatal.hu vagy www.adó.hu, tehát hogyha például a Google-ba vagy bármely kereső oldalba beírjátok, hogy keresni akarjátok a NAV honlapját, ne adóhivatalt, hanem a NAV-ot írjátok, mert akkor ezt a hivatalos honlapunkat fogja első körben feldobni. Ugyanis vannak az interneten ezek az egyéb oldalak, amelyeket különféle magánszemélyek vagy vállalkozások működtetnek reklám célból. Fél információk, régi információk, páradózási információ van rajtuk. Viszont ugye már régmúlt honlap, vagy régi honlapok, régi információkkal reklámozási céllal nyilván beszedik a reklám pénzt azért, hogy ott azon a honlapon elhelyezzenek cégeket. Tehát a hivatalos honlapunk a www.nav.gov.hu, és mondom, hogyha a NAV-ot írjátok be a keresőbe, akkor ezt az oldal fogja felhozni nektek.